négy perce jött ki, rajta vagyok. Ezt nekem töltötte föl, fix. Semmi baj, baj, meglátod már. Arról, amit éreztem, érzéseimet végig fékeztem Én védkeztem, végül szétestem Szerelmünk már csak képekben, piával a testem mérgeztem Régen azt kértem, legyen sok esem, Most bár itt lennél mellettem, de elcsesztem yeah. Vazag, milyen rímjei vannak az arcnak? Ez, ez nagyon semmi, ez ilyen, Ez még a rím szótár A rímkereső sem írja ki ezeket amúgy Ezeket a rímképeket, ezek olyan rosszak, amúgy meg ez, ez az elején, ez, 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 nem tudom, ez mi akart lenni. Ez, ez a refrén, ugye ez nem a refrén. Nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek. Az, az, aki akarja, tart, tart. Hát, uta... Próbáltam hallgatni, hogy a háttérben van a hang. Ilyenek van, hogy ilyenek vannak a háttérben. Kösz szépen a szabad kecske vlog. Semmi baj. ez én vagyok. Még jobb is lett. Még jobb is lett, hallod? Már csak már az effekteket kell rátenni, és megvan a refraining. Goofy, á, csak hát, hogyha túmba lenne, nem tudom, hogy ez milyen túmba van az a baj. Hazudtam arról, amit éreztem, érzéseimet végig fékeztem. Én védkeztem, végül szétestem. Szerelmünk már csak képekben. Volt benne glitch, hallottatok, hogy szerelmünk. Ezt értékelem, ezt értékelem. Ezt szeretem, szeretem a glitcheket, amúgy. Mondjuk, egy, mondjuk ebbe a stílusba pont nem illik, de mindegy, mindegy. Alkotói szabadságban. Művészi, ez művészet, megengedem. Átengedem. I let it sleep, bro. Ézisei nincsenek te neked, miért kell ennyire nekem a feneked? Írogatok mindenféle verebek, de egyedül én ismerem a szívedet. Miért nem is értettem, amit mondott, ha legalább, hogyha már reppelünk, artikuláljunk már. Érzéseid nincsenek te neked, miért mondja azt, hogy te neked? Ki, 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 mondja azt, hogy te neked? Ez a sajé nincsenek te neked? Miért kell ennyire nekem a feneket? Kérlegetek mindenféle verebek? De én ismerem a szívedet? Azt mondanám, mi bíjék veled Mellettem, mert nem jó neked Feladhatám az utolsó kenetet Ne arra új, de ezek Ilyen velem voltál, aztán reggel felkeltem Az egész meg se történt csak az elmémben Ilyen a sebeket feltépem Annyira nem, nagyon nem, inkonzisztensnek érzem ezt a flow egy hónapja még ott állt el az erkélyen yeah. Összes hibádat én igérem, most elnézem Ez egy visualizer, te buta, ez nem egy klip yeah. Imádkozom, legyen még egy esélye Nem én leszek, aki ezt most elvétem Azt érzem, óránként elvérzem Este a srácokhoz elég érkeztem Mégis otthon ülök egyedül és részegen Lejátszom magam, amikor éreztem hogy Ezek mi, mi, ez hol? Azt érzem, óránként elvérzem De azt, hogyha Amúgy azt úgy kell ilyen érni... Úgy, azt úgy kell írni, hogy elvérzek. Nem? Mert hogyha elvérzem, az, az mint, hogyha én elvéreznék valamit. Tehát, hogy elvérzem ezt a poharat, mondjuk. De olyat nem lehet csinálni. Nem? Nem tudom, Kovics. Ez így helyes? Tényleg? Tényleg? Azt érzem óránként elvérzem, este a srácokhoz elég érkeztem. Ez hosszúságban sem jön ki, amúgy. Szerintem, szerintem ez ö, szótagokban több, mint ez. Betűkben is több és még nem, én csak nem is rímel, mert az ígérkeztem, az i, i, e, 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 ez meg csak simán e, e, e. De e -e -e, éreztem, é e, érkeztem, így részegen, de részegen sem rímel arra, hogy elvérzem. Tehát ez, itt nem lehet azt mondani, hogy ABAB, mert ez nem ABAB. De AABB sem lehet. Akkor ez milyen rímkép most? Várjál már. Elvérzem, ére, arra sem rímel az elvérzem, hogy éreztem. Elvétem. De nem az előzőre kéne rémelnie? Az elvétem... Oké, okay, akkor az ígérkeztem az rímel arra, hogy esélyem? Az ígérkeztem az innen konkrétan semmire nem rímel. Az, hogy érkeztem, az már... már még az sem, de az a részegenre már jól nem. nem. Köszépen Higany pumpa a Prime-ot. Szóval most nem akarok itt ilyen versenemzést tartani, de csináljunk egy versenemzést. Mire gondoltott a költő? Semmi baj, semmi baj. Szerintem itt arra gondolhatod, hogy nincsenek problémái, vagy csak próbálja a költő magának ezt az érzést romantikailag így beletenni, hogy a szíve már összetört, de, de, még sincs baj, hogy, hogy azért megadja magának a reményt ebben a műben. Meglátod majd, itt ezt, ezt lehet, hogy magának mondja, de itt azt jelenti, hogy én leszek az, aki a karjaiban tart, ez, ez lehet, hogy szerelmes nóta, valószínűleg a fiancéjának, vagy mondjuk annak a lánynak, akit elveszített. Hm, milyen érdekes, nem? Ilyet még soha nem hallottam a magyar könnyű zenében. Nem véletlen hívják könnyű zenének. Folytassuk tovább. Hazudtam arról, mit éreztem. Itt a költő konkrétan megmondja azt, hogy ő hazudott nekünk. A költő bizalmába férkeztünk. Bízik bennünk. Mit szegsz? No way, no way. Igen a sticky az új számát elemzem, csak a rímeket nem találtam még meg benne. Érzéseimet végig fékeztem, itt, itt arra gondolt a költő, hogy az érzéseit magában tartotta, és itt azt is írta, hogy vétkeztem, nem tudom, hogy Sticky mit vétket, milyen, milyen vétkei vannak, de ezek a zenék lehet, hogy közéjük tartoznak. Itt végül szétestem, ez egy ilyen metaforikus dolog, ugye, mivel egy ember nem tud szétesni, de azok a dolgok, amik szétesnek, azok tovább már nem fognak működni. Itt magára úgy gondolt a költő, mint valami, ami szét tud esni. És úgy érezte magát, mint, mint egy autó, ami mondjuk szétesett. A szerelmünk már csak képekben, ez azt jelenti, hogy itt a párjával véget vetett a kapcsolatnak, és most már csak az emlékek vannak meg róla. Nagyon szomorú egy sor. Piával a testem mérgeztem itt már azért átjutottunk uh, a ló túloldalára ebben a szerelmi dologban. A költőnek egyre nagyobb a fájdalma, és az alkoholhoz kellett nyúlnia. <laughs> itt meghúzódik a híres Deli Péter szál. Mérgezte magát az alkohol segítségével. Régen azt kértem, legyen sok kessem. Itt a cash szó az egy angol szó, és uh, pénzt jelenti, de itt azt mondja, hogy most már bálint lennél mellettem, de elcsesztem. Ja, ja. Szembe csapta a valóság a költőt, hogy a, a szerelem és az érzelmek sokkal, de sokkal valódibb értékek, mint a pénz. Ez nagyon mély. Ez nagyon mély. Érzéseid nincsenek te neked, miért kell ennyire nekem a feneked? A hölgy, akit elvesztett, valószínűleg nem táplálta azokat az érzelmeket, amiket a költő táplált a hölgy felé. Viszont a... Az ülepe magához ragadta őt. És irogatnak mindenféle verebek, de egyedül én ismerem a szívedet. Itt a verebek azok egy szinonímát képeznek, mint utálók, rossz emberek, akik neked rosszat akarnak, és az interneten keresztül levél formájában, komment formájában utálják őt. De a költő csak verebekként tekint rájuk, pedig amúgy a verebek azok tök madarak, szerintem amúgy a galambok sokkal haszontalanabbak, mint a verebek, de ebben nem menjünk bele, mert ez már inkább ilyen, ez már egy inkább ilyen személyes véleményebe ebben pedig nem szeretnék személyes véleményt belevinni, srácok, szóval folytassuk tovább. Azt mondanám, bébi, ég veled, mellettem miért nem jó neked? Feladtad rám az utolsó kenetet, ne haragudj, de ez nekem meredek. <coughs> Itt a költő nem mondta azt, hogy bébi, ég veled. Tehát tudjuk, hogy a költő nem tudott elbúcsúzni ettől a lánytól, és megkérdezte még a lánytól így utoljára, vagyis inkább saját magától, ez egy ilyen költői kérdés, amit a költő saját magának tesz föl. Mellettem miért nem jó neked? Erre már nem kapott választ, feladta rá az utolsó kenetet, nem tudom, hogy ez a kenet mi lehet. Ú, uh, ez jobban rímelt, mint a vers, pedig nem is próbálkoztam. Bocsánat, kiestem a szerepbe. Mit jelent az, hogy feladtad rám az utolsó kenetet? Ja. Megbántottál utoljára vagy hogy valamit elbaszott. A csaj? Gondolom. Igaz. ah, értem. Akkor a költő múzsája nem volt elég. Nem volt elég kedves vele. Annak ellenére, hogy a költő mindent megtett. Minden megtett, de itt ugye szintén jön a semmi baj, meglátod majd én leszek az, aki a karjaiban tart. Itt a költő megint ismét megpróbálja saját magával elítetni, hogy itt még van remény, de Nézzük tovább, nézzük tovább, hallgassuk tovább inkább, mit szóltok hozzá. Mit mondatok? Bárcsak én lettem volna nyelvtan, vagy mi? Irodalmatanáratok? Bárcsak én lettem volna. Ez érdekesebb volt, mint egy irodalom óra, vagy nem? Erre vagyok kíváncsi. Úgy mentem át érettségien, hogy nem tanultam rá, amúgy semmit. És a verselemzésekből kiúztam magam, mert a verselemzésekből nagyon jó voltam, mert mindig a saját magam kis, kis képét így ráképeztem, és megértettem, hogy mire célozhatott a költő. De hát egy ilyen szar szövegnél annyira klisés dolgokra célozhatott a költő, hogy ez bármire rá lehet húzni. Meg. Na, de hagyjuk. Szeretsz engem, ja, ja. Én megint elvesztem a közös percekben, visszarepültem, mikor a recem... Olyan színvonalasan előadtam magam az előbb, mint egy irodalomtanár, és most újra jön ez az egész, és egyszerűen visszajöttem a rossz vibe-ba. Nem kellett volna folytatni. Berben, őt megismertem, ő a szerelmem. Nem tudom feledni a szemedet, érted oda adnám minden pénzemet. A szerelmedet megvenni, ne nem lehet, mikor azt hezett, hogy ez a csoda a Hát igen, itt a költő arra gondolt, hogy a pénz sajnos nem okoz boldogságot, és a szerelmet nem lehet megvásárolni. Ez egy nagyon jó tanulság. és még senki nem mondta el amúgy szerintem. Ez éneklés. Hát ez nem éneklés, ez ilyen, ez ilyen dallamos beszélés, és rá van az autótón, és akkor egy kicsit jobban hangzik, és lehet így mondani. Egy kicsit le, aztán egy kicsit fel, aztán egy kicsit lejjebb, aztán egy kicsit feljebb, a végét a szavaidnak, és akkor olyan, mintha énekelnél, de amúgy nem is énekelsz és erre rárakod az autótunt, és akkor kéz a sticky track. Ez, ez, még jobb is volt. Ja, mert én tudok énekelni, azért ő meg, ő meg valószínűleg nem, de ez, ez nem menti fel az alól, hogy t -t tudjon jó zenét csinálni, mert a jó zenéhez nem, kell, nem feltétlenül kell énekelni. Tehát, hogyha vannak emberek, akik segítenek neked a zenét kikeverni, meg megcsinálni még minden, akkor, akkor, uh, ja, meg lehet csinálni. Nem lehet, hogy a halottaknak az utolsó kenet, amit a pap ad, Ó, lehet, hogy erre gondolt? Ez egy ilyen, ez egy ilyen keresztényes célzás lehet? Igen, amúgy, mert van kereszt is a nyakába a stikinek, nem? Nem, nincs neki. De lehet, hogy már volt. Igazán csak én látok rémeket, és magányosan keresem a rémeket. Magányosan kereső a rémeket. Azonban én is kerestem a rémeket, de nem magányosan, hanem 550 ember előtt, és nem találta senki. Mennyit fejlődtél, baszki, de visszafelé ember. Azért az, azért az meredek, tényleg meredek. Na mindegy, legközelebb rés legyen, ha írok egy ez mehet? Elolvastátok? Szerintem mehet. Szerintem, szerintem, mehet, ez egy korrekt komment lett. Ö, belájkoljátok? Kösz. Törli. Nem, nem, csak nem. Egyáltalán ott van a kommentem? Vagy már letiltott? Csak nem. Csak nem. Azért olyan rosszakat nem mondtam ezt Tikiről, csak, csak a műsoráról, meg a zenei készségeiről, de mint ember egy szót nem beszéltem róla szerintem de hogyha ti emlékeztek rá, hogy személyeskedtem volna a sticky vagy bármi oka lenne arra, hogy utáljon engem, akkor emlékeztessetek rá, de szerintem nincs oka rám, mint hogy euh, én, én azért próbáltam kritikát mondani meg én. Hát igen, én vagyok a top comment srácok, ez igen, köszönöm, végre elértem valamit a szánalmas életembe. <laughs> yes, that's me! Igen, büszke vagyok magamra! De, de ez csak a ti segítségetekkel... Mi? Ez csak a ti segítségetekkel jött létre. Vászolt, Sticky! No way! Mit válaszolt? A kedvedért csak neked csinálok egyet, maninom. Let's go, Let's f***ing go! Csak könyörögni kellett érte, és megcsinálja! Írjátok neki egy W. Vász W. W. Írom is, hogy W. W. King. 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 Ragacsos King. De tényleg csináld meg, Sticky. És figyeljétek meg, hogy az jó lesz. Az jó lesz. Az fixen jó lesz. Már még megmondom, hogy jó lesz-e. Mixmaster Balázs Mihály. Gőzöm sincs, hogy ki az. De... Bízom benne, hogy meg tudja csinálni. Fix. A Young Fly ezt meg tudja csinálni. Szerintem. 70 dislike. De ne dislike Nem rossz ez! Na, na most a tik tök jó fej, most aki bedislike az legalább vegye le róla, vagy nyomja meg a lájkot, like Mert most azt mondta, hogy csinál Rage zenét. És az jó lesz. Azt tudom, hogy jó lesz. Klippeljétek le, itt mondom, hogy jó lesz. És amikor legközelebb reagálok rá, elküldhetitek ezt a klippet, és most megmondom a jövőbeli magamnak, hogy látod, tesó? Kajak nagyon jó zene lett. Ugyan, milyen jó lett, Manin. De, én de, de, belájkolom. Csak, csak azért, mert csinál egy rét zenét. Alig várom. De szar lettem, bocsánat. mintha egy tök jó lettem, ugye ez is, csak, csak én, én egy kicsit klisésnek tartom a rémeket, meg a, meg a flow sem annyira nagyon magával vívős, vibolós flow, meg az éneklés az már kicsit jobb. Ezzel a túlnal egész és volt, uh, szóval uh, overall, na jó, ezt inkább nem mentegetem szerintem ezt szerintem most már nem veszünk barátok ezt kivel, de, de még lehet, hogy csinálj egy zenét. Lehet, hogy in beef lesz, ki tudja, lehet, hogy be fel. Én adnám, adnám. Nagyot menne. Most jövök a templomból. Ezt megsimogatnám. Hol vannak az állatos videók? Megmenti. Ez az. Nem harap, ne aggódj, nem harap. Á, csak játszik, csak játszik. Oh, Ő így játszik, haver. No. Csak meg fog, csak megszagolgat, hagyd neki, haver. Mekkora mókus, geci. <laughs> el fog repülni. Szia Manin, ha elfogyott a manit csak szójádon a százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami. A lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.